Életem 5-8-10 azon filmjének egyikét választotta, amelyekről nem nagyon tudok objektíven beszélni. Tehát ez gondolom, hogy sokunk alapélménye, hogy egy ilyen sokkoló, nagyon erős érzelmi hatású filmről van szó. Mondtad, Tibor, bocsánat, hadd kérdezzek vissza, hagyd legyek egy kicsit most én az interjú alany. Mondtad, hogy 30 évvel ezelőtt láttad, amikor megjelent, vagy amikor kijött ez a film. 84-ben. Másodjára hogy tetszett most? Hát nagyon, nagyon érdekes időutazás volt. Egyrészt szembesített a 22 éves kori magammal, ami egy érdekes tapasztalat volt. Másrészt ugye, hogy mennyire más az embernek a receptora ilyenkor. Tehát mennyire más dolgokat vettem most, és mennyire mások lettek fontosak. Tehát ebbe az egész film konstellációban. És most még egy személyes emlék jutott eszembe, még egy kérdés, csak hogy én kérdezzek, amikor nem, nekem emlékeim nem szabadna kérdeznem, hogy emlékszel arra, Tibor, hogy mikor közöltél engem először és hol? De nincs összefüggésbe a filmben. De egy kicsit igen, és ezért kérdezem. Csak egy áthallás szempontjából. Hát nem fog most eszembe. Én nagyon emlékszem rá, még pont tíz évvel ezelőtt, ha nem tévedek, akkor a 2005-ben az Alföld folyóiratnak a verszerkesztője voltál. 10 évvel ezelőtt még nem jelent meg az első verses kötetem, és elküldtem Keresztúri Tibornak egy verset küldtem láttamozásra, és abban a reményben, hogy megjelenhetne az Alföldben, és Tibor elfogadta. És én nekem emlékszem amúgy, anélkül, hogy most ilyen nyílt segnyalásba menjen át a dolog, mert nem akarom. De én nagyon emlékszem arra az emlékre, amikor válaszoltál, és meg is jelent a vers. Ez a vers, amit leközöltél, az a Félelem tart életben című versen volt. 2005-ben meg is jelent az Alföldben, és azért hoztam ezt most szóba, mert ennek a versnek egyik utolsó verszakában volt egy ilyen mondat, hogy barátaim a pokoli peep show áldozatai lettek. És ez rögtön eszembe jutott, hogy néztük most a filmet, hogy egy peep show jelmezei között ér véget ez a gyönyörű történet. És amúgy... És tőle a commerce. Igen, és az áthallás az nyilván most erőltetett, mert amikor ezt a verset írtam, akkor még nem láttam ezt a gyönyörű filmet, de valahogy mégis úgy éreztem, hogy egy áttételes, egy leplezett kapcsolat mutatható ki. Szóval nagyon érdekes, az én olvasatomban most a mai filmnézés alapján nagyon-nagyon erős a férfi-nő viszony, a család, az összetartás, a fiú-apa viszony, tehát ezek a fajta személyes konstellációk voltak sokkal, sokkal elevenebbek, amik bennem megműködtek, mint annak idején, amennyire visszaemlékszem, sokkal inkább az amerikai mítosz, a tája, tehát azok a filmnyelvi eszközök, amelyek azért akkor még jobban beszűrődtek az élményvilágomba, tehát akkor is mindenképpen egy erős érzelmi ütés jelent ez a film. Kíváncsi volnék, hogy neked mi ez a fajta érzelmi viszonyok hozzá. Be kell vallanom, hogy nem olyan régen láttam Wim Wenderstől a Paris, Texas-t. Ha visszagondolok, akkor szerintem egy vagy két évvel ezelőtt. Tehát egy késői találkozás volt, és ez azért is fontos számomra, mert amúgy most egy szabadúszó újságíróként dolgozom, sokkal több a szabadidőm, és amúgy nagy filmrajongó vagyok, megnézek mondjuk évente 300-400 filmet. Ez egy ilyen függőség végül is, tehát nagyon sokat olvasok mindenfélét, de ugyanígy imádom ledarálni a filmeket, és nem olyan régi felfedezés nekem a Paris, Texas, viszont annál nagyobb. Most, hogy személyes síkra tereljem a dolgot, van ez az Internet Movie Database, ami végülis a központi adatbázis a filmművészetnek,
és én ott megrögzött pontozó vagyok. Hogyha az ember regisztrál egy akkontot, akkor ugye pontozhatja a filmeket 1-től 10-es skálán. És bizony nekem a Paris, Texas az egy 10 pontos pontozást érdemelt ki, ami azért nem olyan gyakran fordul meg. Ha mondjuk a, visszagondolok így az elmúlt évre, akkor 9-es pontszámot kapott tőlem a Nightcrawler, vagyis Éjjeli Féreg című film, a The Double, a Hasonmás, amit egy Dostoyevsky regényből forgattak, illetve, és most a harmadik filmem is jut eszembe, most hirtelen zavaromban, az elmúlt évekből, de ugye 10 pontot nagyon ritkán adok, és nálam ez a film teljesen maximálisan 10 pontot ezt érdemel. Indokold meg akkor, egyszer. Mint mondtam, nagyon sok filmet nézek. Ezekben a filmekben megrögzött horror rajongó vagyok, úgyhogy ebben a 300-400 filmben helyet kapnak bőszerivel az olyan trash filmek is, mint mondjuk a Gyilkos tó, vagy nem, a Véres tó, a Gyilkos orsóhalak támadása, egy vállalhatatlan, tényleg szemét film, egy ócska film a Véres orsóhalakról, ahogy megtámadják a tópartján szeretkező, drogozó fiatalokat, de mellette pedig mondjuk olyan magas művészeti alkotások is, mint Hermoni Korine filmjei, vagy mondjuk mostanában Lichter Péternek az experimentális kísérleti rövidfilmjei jutnak eszembe. Nálam a Paris, Texas egy 10 pontos film. De miért? Nekem ez a film három kategóriában teljesíti a maximumot. Egyrészt szerintem egy gyönyörű magányfilm, egy gyönyörű road movie és egy gyönyörű szerelmes film. Kevés ilyen filmet tudnék mondani, ami ennek a három kritériumnak így a maximumát hozza.